Átadták a felújított Heiny Pál bölcsődét, többek között kicserélték a nyílászárókat, elvégezték a gépészeti munkákat és napelem is felkerült a tetőre. Az energetikai korszerűsítés mellett a férőhelyeket is bővítették. Így 80 helyet 168 gyereket tudnak majd fogadni az intézményben. A Heiny Pál bölcsőde felújítása 860 millió forint vissza nem térítendő támogatásból készült el. Új játékok és egy teljesen megújult épület várja majd a gyerekeket a Heiny Pál bölcsődében. Az épület felújítása még tavaly februárban kezdődött el. Ennek köszönhetően 6 szárnyban folyik majd a bölcsődei ellátás. Ez azt jelenti, hogy megduplázódott a férőhelyek száma is, így 80 fő helyett több mint 160 gyereket tudnak majd fogadni az intézményben. A férőhelyek bővítése mellett energiakorszerűsítésen is átesett a bölcsőde. Megújult konkrétan a gépészeti rendszer, maga a játékok is, a víz, gáz, és lett egy olyan projekt is, ami konkrétan a szolár építkezés is megtörtént. Maga a játékok beszerzése az teljesen a három új egységben, az teljesen új, de van az új, a régi egységekben is, ami még új játék és berendezés lesz. Badány Lajos, a terület önkormányzati képviselője szerint a Heiny Pál bölcsőde felújítására azért is volt szükség, mert a városrész fiatalodik és egyre többen igénylik a bölcsődei ellátást. Természetesen látom azt is, hogy több városrészben is indokolt volna hasonló bővítés. Többek között a szintén a választókerületemhez tartozó Martinkert városban, ahol terveztük megvásárolni a MÁV kezelésében lévő, MÁV tulajdonában lévő óvodát, és azzal a céllal, hogy egy épületkomplexumot hozzáépítve, ott is bölcsődei férőhely bővítés valósítsunk meg. Sajnos ez pillanatnyilag nem lehetséges, mert hát egy kormányzati döntés alapján jelenleg a 3000 főnél nagyobb lélekszámú településeken a bölcsődei férőhely kapacitás növelését nem támogatják. A felújított Heiny Pál bölcsőde átadásán Veres Pál is részt vett. A város polgármestere beszédében kiemelte, fontos, hogy minél több fiatal legyen Miskolcon, és minél több gyerek szülessen a városban. Rendkívül fontos számunkra az, hogy ilyen intézmények legyenek a városban, hiszen a gondoskodó Miskolc keretében fiatal pároknak és kisgyermekeknek biztosítani kell azokat a feltételeket, amiben igazán jól érzik magukat, amelyben a fejlődésük, a fejlesztésük a legkiválóbban megvalósulhat. A Heiny Pál bölcsőde felújítása 860 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósult meg.